Köszöntöm nézőinket, sportműsorunkat látják! A bajnokság 8. fordulójában az Érd kézilabda csapata a BL címvédő Győri Audi Etót látta vendégül. A mieinknek nem sikerült megszorongatnia Ambrose Martin csapatát, a Győr magabiztos győzelmet aratott, és újabb 2 ponttal gazdagodott. Október 9-én szerdán a sportklub kamerái előtt rendezték meg az Érd-Győri Audi Eto bajnoki mérkőzést. Bár az összecsapás első találatát Klivinyi szerezte, az esélyesebb Győr hamarosan több gólos előnyre tett szert. A 10. percben Görbic 7 méterese már 5-1-es győri előnyt jelentett. A folytatásban győri részről Bulatovics, Korsos, Löke és Orbán is betalált, míg nálunk csak Wolf és Klivinyi volt eredményes, így lett a 17. percre 9-3 a vendégeknek. Az első félidő hátralévő részében tovább növelte előnyét Ambrose Martin csapata. A 22. percben Amorim majd Görbic jóvoltából már 8-al járt előrébb a vendéggárda. Végül 16-9-es győri vezetésnél fordultak a felek. A második félidő első 10 percében állandósulni látszott a 7-8 gólos különbség, aztán a 41. percben 13-21 után Löke majd Orbán találatával már 10 góllal vezetett a Győr. A 44. percben pedig már 25-13-ra ment a vendég együttes. Az érdiek igyekeztek elkerülni a súlyos vereséget, és 15-27 után egy 6-0-ás rohammal felzárkóztak 6 gólra. Végül sikerült is 10-en belül maradnia a vendéglátónak, és 31-23 arányban győzött a győri Audi. Az utóbbi 2 meccsünk nem úgy sikerült, ahogy igazán szerettük volna, sem az eredmény, sem a játék minősége miatt. Úgyhogy ebből szerettünk volna előrelépni, kilépni. Hogy a hiányzó játékosaink ellenére megmutassuk, hogy itt azért hát a küzdeni nem felejtettünk el. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe van pozitívum, hiszen mindenki játszott, küzdöttek a lányok, de azért úgy érezhető volt ennek az elmúlt időszaknak a súlya továbbra is. Nagyon most ugye ez egy nehéz helyzet, hiszen nagyon jól összeálltunk, és azt gondolom, hogy egy remek bajnokság kezdés után, egy remek BL selejtező után, egy önbizalomtól duzzadó társaság pillanatok alatt ugye elvesztette ezt a bizonytalanságot, tehát ez egy nagyon törékeny dolog. Azon dolgozunk, hogy ezt most újra összerakjuk. Nyilvánvaló, hogy a játékosaink, amikor visszajönnek, akkor az a hiányzóak az sokat fog segíteni. Az eredeti terv az egy szorosabb meccs volt egy picit. Én azt hiszem, hogy lehetett is volna, hogyha még egy kicsit jobban koncentrálunk a befejezéseknél, illetve egy-két falnál védekezésben, de igazság szerint nem mondom, hogy elégedetlen vagyok, mert az elmúlt 2 mérkőzésen a védekezésünk nem úgy állt össze, és az volt a fő cél, hogy középen ott rendet tegyünk. Igen, a sok gól az nem azt mutatja, hogy ez sikerült, de én úgy éreztem belülről, hogy a küzdőszellem az megvolt, és ebből tudunk előrelépni majd. A védekezést az biztosnak éreztem, és a saját hibánkból volt az, hogy a Győr az lerohant minket, illetve nem is tudom, hogy lőttek annyi gólt, de én azt hiszem, hogy azért maga a védekezés az akkor is elég stabilan működött. Elsősorban a győzelem, másodszorban pedig a védekezés volt a legfontosabb, arra kellett összpontosítani, hogy minél kevesebb gólt kapjunk. Kicsit nagyobb ellenállásra számítottunk az Érdtől, mert 2 vereség után úgy gondoltuk, hogy hazai pályán most mindent felraknak, mindent egy lapra tesznek, és nekünk esnek. Erre számítottunk, de szerencsére végülis az elején jól játszottunk, és így a további meccs alatt úgy gondolom, hogy jól játszott a csapat. A Győr az egy extra klasszis csapat, tehát én azt gondolom, hogy a világ legjobb csapata. Minden szempontból, támadásban, védekezésben, cserepad, szóval úgy nagyjából mindenben, egységben, önbizalomban. Ők is küzdöttek önmagukkal, hiszen nehezen Görbic hiányát ők is nagyon megérezték. Hát ahogy szokott lenni, persze ellenünk már játszott, de az annál jobb, hiszen ez a fantasztikus közönség, aki ma volt, ez megérdemelte, hogy lássam minden sztárt. Köszönöm, nem voltam pihenő, csak egy hetet, végülis ugyanúgy edzettem, mint a lányok, csak ugye jobb kézzel. Most én nagyon nehéz visszaállnom arra, hogy 2 kézzel nyúljak a labdákért. Még vannak fájdalmaim, hogyha hozzáérnek, akkor azért elég keményen tud fájni, úgyhogy még nem vagyok 100%-os, majd akkor, hogyha majd kiveszik a drótokat, meg a csavart, majd akkor remélem. Azért 3 vereségen van túl, innen mindig nehéz a továbblépés. Ezek közül a legfájóbb a Fehérvár otthonában elszenvedett fiaskó. Igazság szerint ez az út, hogy megyünk előre és küzdünk.
ott tényleg az volt, hogy igazság szerint nem úgy mentünk oda az emberekhez, ahogy kellett volna a védekezésben, és talán az ittszereket is a végén nagyobb koncentrációval kellett volna lőjük. Én azt hiszem, hogyha figyelünk, és még a mostani hibákat is javítjuk, akkor ebből tudunk előrelépni. Görbicék sem lehetnek maximálisan elégedettek, hiszen ők sem hibátlanok. Rögtön az első fordulóban vereséget szenvedtek a Ferencváros otthonában. A pártatlanok persze mindazt mondták, nem baj, legalább izgalmasabb lesz az idei bajnokság, de a győri lányok bizonyára nem így élték meg. Rögtön szerintem a mérkőzés után persze azért bosszantotta minket, hogy azért kikaptunk a Fradi pályán, de szerintem másnapra már mindenki elfelejtette. Nem nagyon foglalkoztunk vele, mert tudtuk, hogy következő mérkőzésre kell összpontosítani. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a bajnokságban eddig nem nagyon jól szerepeltünk jól, legalábbis nem úgy, ahogy elvárható lett volna ettől a csapattól, de most a Bajnokok Ligájában a Hipó ellen szerintem nagyon-nagyon jól működött a csapat, mint védekezésben, mint támadásban, mint lerohanásban, nagyon-nagyon frissen játszottunk, bátran, és szerintem ez most az érdi mérkőzésen így tovább vittük. Az Érd a bajnokság 9. fordulójában a Békés Csaba otthonába utazik. A Fraditól, a Fehérvártól, illetve a Győrtől elszenvedett vereségek után egyértelmű cél a két bajnoki pont megszerzése. Nem lesz könnyű mérkőzés, ott mindig nagyon fel vannak készítve a játékosok, elég jól ismerem is őket. Igazság szerint egy harcos mérkőzésre számítok, mert ahogy néztem a pontjaikat, nekik nagyon szükségük lesz a pontokra, illetve nekünk is ahhoz, hogy kijavítsuk a fehérvári vereségünket, nagyon kell, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy egy szoros mérkőzés lesz. Nagyon fel fogunk készülni, már most nagyon készülünk. Tulajdonképpen ez a meccs, ez a felkészülésünk része volt. Bizony remélem, hogy sokan el tudnak jönni, sok Békés Csabaink, eredeti Békés Csabaink van. Mindig ott jó meccseket szoktunk játszani. Az biztos, hogy annak a két pontnak a megszerzés az döntő jelentőség lehet a végelszámolásban. A Békés Csaba elleni találkozót 18-án pénteken rendezik meg félhetes kezdettel, amilyeink a 7. helyről várhatják a folytatást. Az élen ezúttal is a Győr áll 14 ponttal, második az azonos pontszámmal rendelkező Ferencváros. Harmadik helyen jelenleg a Dunaújváros, a negyedik helyen pedig a DVSC áll 12-12 ponttal. A 9. fordulóban labdarúgó csapatunk a Török Bálint otthonában vendégszerepelt. A vezetést az 5. percben a hazaiak szerezték meg, és maradt is az 1-0 szünetig. A folytatásban aztán sikerült egyenlítenie az Érdnek, az 51. percben Gyurács talált be. Bár helyzetek még akadtak, több gól nem esett, így 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó. A 20 pontos Érd továbbra is a 3. helyen áll. Szombaton a Gödöllő lesz a miénk ellenfele, az Erd csúton megrendezésre kerülő mérkőzés 14 órakor kezdődik. Október 11-e és 13-a között Érden került megrendezésre a 14. harcművészeti és kungfu világkupa. Az eseményre 4 kontinensről több mint 350 versenyző érkezett. A 3 nap alatt több kategóriában mérték össze tudásukat a versenyzők. Pénteken és szombaton a selejtezők, vasárnap pedig a döntők zajlottak. A Nemzetközi Harcművészeti Világszövetség, illetve a Nemzetközi Kung Fu Világszövetség által 2 évente megrendezésre kerülő 14. harcművészeti világkupának idén Érd adhatott otthont. A 3 napos világesemény első napján 10 órakor tartották a megnyitót. Ez az IMAF, International Martial Arts Federation szövetségnek a rendezvénye. Ennek a szervezési jogát elnyerte 2011-ben Los Angelesben a Magyar Shaolin Közhasznú Szövetség, és ezek után az érdi helyi rendezési dolgokért pedig az ISVSS lett a felelős. A viadalra 4 kontinensről több mint 350 harcos érkezett. A teljesség igénye nélkül Spanyolország, Olaszország, Algéria, Tájván és Magyarország is részt vett a megmérettetésen. Az esemény megnyitását követően került sor a csapatok bevonulására. A csapatok be, majd levonulását a tajvani válogatott táncprodukciói követték. A világkupán több korosztályban és több kategóriában léptek szőnyegre a versenyzők. Fegyveres és pusztakezes, valamint küzdelmi kategóriákra is sor került. A fegyveres és pusztakezes kategóriákat is tudjuk bontani, hiszen belső és külső stílusok, lágy és kemény stílusok, lágy és rugalmas fegyverek, illetve
illetve hosszú fegyver, rövid fegyver kategóriák, küzdelemben pedig light és full contact kategóriák. Sokféle korosztályban van, sokféle kategóriában, tehát rövid fegyver, hosszú fegyver, belső erő, küzdelem, ezekben mind lehet versenyezni, és nyilván külön vannak a kisebb gyerekek, tehát ezek 4-5 évente változnak a korosztályok, de van, ahol 3 évente, tehát ez attól függ, hogy mennyi versenyző van és hogy van a kategória kihirdetve. Az első napon voltak a belső energiás stílusok, tehát a tai chi, pakua, ilyen, ezt úgy nevezik, hogy belső stílusok. Ezek inkább ilyen lassú mozdulatok vannak, vagy lassúak vannak keverve a gyors mozdulatokkal, tehát azzal kezdtük a versenyt. A második nap mentek a karate küzdelmek és a tradicionális kung fu gyakorlatok, és most a harmadik napon a kung fu küzdelmek, a sanda küzdelmek és a modern wushu, tehát a modern kung fu, ami egy kicsit így akrobatikával van kemerve, amit Kína szeretne olimpiára bejuttatni, tulajdonképpen úgy pontozzák, mint a tornát, így tudom a legjobban jellemezni. Ezek a versenyszámok vannak a mai napon. A pontozás, megvannak a nehézségi elemek, a stílushűség, a beleélés, tehát nagyon sokféle szempont van, amit akkor figyelnek a versenyzőn, a ruházattól kezdve minden, és hát ezt értékelik a versenyzőn, kicsit szubjektív. Martial arts, taekwondo, so please prepare. Ayatrin Vajati, Ivanov Pavel, Nizamutinov Max. Nagyon jól kezdődött, egy nagyon nagy szabású tájvani bemutatót láthattunk. A tájvani csapatból 78-an érkeztek, még maradt itt belőlük 8 versenyző, akik nagyon magas színvonalra vitték. Utána a nemzeteknek az összes kategóriái, a fegyveresek, a rövid fegyver, hosszú fegyver, a formagyakorlatok, a kötelező formagyakorlatok, utána küzdelmek. Tegnap este egy óriási nagy rendezvény volt, ahol bemutathatták a nemzetek mesterei, hogy hol áll most a harcművészet. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó volt. Sikerült megválasztanunk a 2 év múlva esedékes világbajnokságnak a helyszínét. Oroszországban lesz most, úgyhogy készülünk. Már most holnaptól pihenő nincs, kezdünk 2 év készülés. Volt egy gálánk, ahol szenzációs bemutatók voltak. Ott volt a mesterek tornája, ahol a mesterek indultak és bemutattak be különböző gyakorlatsorokat, és azzal versenyeztek. Illetve óriási nagy hír, hogy Sifu dr. Robert Lyons ezentúl már nem Sifu, hanem Sikong, tehát nagymesteri rangra emelte őt. Több világszövetség, az egyik ez az International Kung Fu Federation, a másik az International Chon Hapkun Federation, ez egy másik nagyon nagy szervezet, és a harmadik pedig, ami a legfontosabb, hogy a kínai Shaolin templom elismeri őt nagymesterként, Xu Deyang nagymester által, tehát ez egy szenzációs hír. Én nem tudom, hogy fehér ember valaha kapott-e nagymesteri címet a kínai Shaolin templom által elismerve. Nagyon örültem neki, 3 nagymester elismerése kellett hozzá, egy a Shaolin templomból, egy az alapító nagymester, Carter Wong mester, Xu Deyang mester, és a Chi Qiangsheng Sifu Amerikából a világszövetség elnöke. Úgy döntöttek, hogy most már kiérdemlem 35 év után. Ennél magasabbra nem lehet jutni. Nekem nem is volt célom soha csúcsokat elérni, vagy bármi. 20 éve vagyok Sifu, tehát szerintem a tanítványomnak megmadok Sifu, de az új generációnak már jó, már a nagypapának is jó lenni, de a nagymesternek is jó. A 14. harcművészeti világkupán remekül teljesítettek a magyar versenyzők is. Stábunknak a nyíregyházi spiritese tagjai számoltak be eredményeikről. Egészen jól szerepeltem, ugye engem első nap csak a küzdelem érintett, abból sikeresen mérkőztem. Sok külföldivel, illetve magyar ellenfelekkel is pásra kerültem, és ebből, vagy ezekből a küzdelmekből sikerült győztesen kijönnöm, és ezt a kupát kaptam mellé, meg egy érmet a nyakamba. Majd a másik napon a formatudásomat is megmutathattam a páston. Ezekből is szintén jól szerepeltem, első-második helyezéseket ott is sikerült elhoznom. Én úgy gondolom, hogy sikeresen zártam ezt a világkupát itt Érdem. A pénteki napon küzdelemből indultam, mínusz 60 kg-ba a lányok között. Ott sajnos egy vereséggel második helyzetként jöttem ki, viszont szombaton formagyakorlat kategóriából indultam, és ott viszonylag jó eredményekkel zártam. Egy olyan kategóriában sikerült második helyezést elérnem, ahol csak felnőttekkel indultam, pedig még nem vagyok felnőtt, 16 éves vagyok, és ez volt számomra a leg
erre vagyok a legbüszkébb. Még három első helyezést tudtam vezetni, köztük van ez az egyik, ezt pusztakezes forma gyakorlatból értem el. Én első napon a küzdelmi kategóriában voltam érintett, én mínusz 70 kg-ba képviseltem Magyarországot, ahol egy nagyon jó mezőnyben sikerült első helyezést elérnem. Majd második nap következtek a formák, ahol szintén több ország, több versenyzője képviseltette magát, egy nagyon erős színvonalas mezőnyben szintén többször is dobogóra tudtam állni. Nagyon ügyes ellenfeleim voltak, taktikások, ügyesek, nehéz volt ellenük küzdeni, de ugye a munka meghozza a gyümölcsét, és így sikerült őket legyőznöm. Formában is sikerült olyan ellenfeleket kapni, akikkel ritkán tudok összekerülni. Például a baszkoktól nagyon ügyes formások jöttek, velük egészen nehéz volt felvenni a versenyt, de sikerült. Nehéz volt velük megküzdeni, azzal a lányjal, akivel küzdtem, ő nagyon ügyes és nagyon technikás, és vele nehéz dolgom volt. Küzdelemben nagyon taktikásak, rutinosabbak. Én felnőtt kategóriába indultam, de még nem vagyok 18 éves. De a tapasztalat, több tapasztalattal rendelkeztek, de kis csibészséggel meg lehetett oldani a dolgot, így ezt a kupát sikerült nyernem. A világkupán mindenki jól érezte magát, mind a szervezők, mind a versenyzők elégedetten távoztak. Én nagyon jól éreztem magam, jó volt a társaság, jó, sikerült a külföldi vendégekkel is összebarátkoznunk, és nagyon jó kapcsolatokat sikerült építenünk. Nagyon jól éreztem a verseny szervezőinek le a kalappal, nagyon jó versenyt hoztak nekünk itt össze, szép színvonalas, technikás versenyt tudtunk zárni. Very, very good. Kiváló versenyt láthattunk, és nagyon magas színvonalon folytak a küzdelmek. Igen, sok nemzet képviseltette magát a versenyen, nagyon örülök neki, hogy ilyen sok országból jöttek el a világkupára, és így azt mondhatom, hogy teljes mértékben elégedett vagyok. Látszott a harcosokon, hogy élvezik, amit csinálnak, és emellett maximálisan fel voltak készülve a versenyre. Mivel Magyarországon vagyunk, fontosnak tartom megemlíteni, hogy a magyar Shaolin templom csapat valóban első osztályú volt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól tudtuk lebonyolítani ezt a versenyt. Nagyban köszönhető ez az érdi polgármesteri hivatal hozzáállásának, Bada Zoltán képviselő hadhatósan segített, Zólyomi Ádám, ugye, aki a csarnoknak a vezetője, azt gondolom, hogy bár mindenhol ilyen sportvezetőkkel, ilyen vezetőkkel találkozunk, hisz nagyon-nagyon-nagyon segítőkészek voltak. A csarnoknak a milliója, a feelingje, azt tudom mondani, hogy a feng shui szempontból is nagyon jól megépített csarnok, tehát mindenki nagyon jól érezte magát, úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok erről nyilatkozni tényleg. Nagyszerűen szerepeltek a magyar versenyzők. Összességében kungfu és egyéb stílusokban 60 arany, 57 ezüst és 37 bronzérem született, még karatéban közel 40 érmet szereztek. Az érdieknek, az ESVSS sportolóinak 18 arany, 10 ezüst és 4 bronzérem jutott. A Tref 07 esek kézilabda csapata Budai Ferenc vezetésével vágott neki az MB2 északnyugati csoportjának. A fiúk 4 fordulón vannak túl. Az elmúlt hétvégén a Szent Gotthárd együttesét fogadták a Tref Sportcentrumban. A Tref 07 győzni tudott hazai pályán, így 4 fordulót követően a tabella 7. helyét birtokolja. A Tref 07 ESE MB2-es kézilabda csapata szeptember 22-én kezdte meg a bajnoki menetelést. Az első 3 fordulóban a Hort, a Keszthely, illetve az Ács volt az ellenfelük. Az első mérkőzés az itthon a Hortot fogadtuk, és az még nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy hát alakul a csapatunk, és a játékosok. Nem azt mondom, hogy a bajnoki mérkőzéseken találkozunk, de azért ott vagyunk a legtöbben. Aztán hát ugye ott egyértelműen, hogy a Hort az esélyesebb volt és nyert is, kébek óta dolgoznak együtt. Aztán a második mérkőzést a Georgikon Keszthely csapatát fogadtuk itt, és hát ott egy nagyon szép győzelmet arattunk. Ez a Keszthely csapata mindig ilyen 30-35 gólokat lőtt, és 10 gólokkal győzött, úgyhogy azt hittem, hogy ez egy nagyon vaskos testes kis csapat lesz. Hát mi győztünk, ha jól emlékszem, 9 góllal, úgyhogy nagyon örültünk annak. Ott talán meg kell említeni Radosai Márkot, aki 17 gólt termelt azon az egy mérkőzésen, élete csúcsa volt, ő is itt csodálkozott, hogy mi van. Tehát ez szép volt. Utána Ácsra úgy mentünk el, hogy ő sajnos nem tudott jönni, mert dolgozik, és hát megpróbáltuk azzal együtt a
Ácson is, ő is az élvonalhoz tartozik az eredmények alapján, és hát egy kicsit furcsa második fél idő után egy góllal maradtunk alul, de nagyon nagyot küzdöttek a srácok. A negyedik fordulóban az addig éllovas Szent Gotthárd látogatott Érdre. A parás hangulatú mérkőzésen a remekül játszó érdiek 21-16 arányban győzték le ellenfelüket. Nagyon jól rajtoltunk, úgy, mint a Keszthely ellen, és az egész addig ment ez a jó rajt, hogy a fél időben 5 gólt kaptunk összesen. A Lengyel Marcel népszerű nevén Lengyi kapusunk, az őrületbe kergette őket, mert heteseket, zicsereket fogott, és hát a kötelező átlövéseket is takart. Tehát 5 gól, az azt hiszem, hogy annál fényesebb diadalt nem kell egy kapusnak egy fél időre, és a második fél időben is csak 10 gólt termeltek. Budai Ferenc elmondta, nem sokat tudnak ellenfeleikről, hiszen nagyon sok csapat átalakult, és semmilyen fórumon sem tudnak hiteles információhoz jutni arról, mely csapatokban kikre kell odafigyelni, kik lövik a gólokat. Így marad az, hogy minden mérkőzésre egyformán készülnek. Följebb a magyar bajnokságokban, meg a nemzetközi bajnokságban én azt szoktam meg, hogy videó értékeléssel, személyre szabott programmal és tervel készülünk az ellenfélre, hát ezt itt abszolút nem lehet megcsinálni. Lévén, hogy annyi edzés lehetőségem és összetartás lehetőség sincs, hogy azt a másfél órás edzést, ami egy nap van, és esetleg itt van a játékos, azt én arra fordítsam, hogy videózunk egy fél órát, vagy megbeszélünk egy fél órát, hanem egyszerűen csináljuk azokat az edzés feladatokat, amiket kell csinálni, ami a mi fejlődésünkhöz feltétlenül szükséges. Aztán nyilvánvaló, hogyha tudok megfelelő információkat szerezni, akkor azokat játékosokkal megosztom, védekezést úgy alakítjuk, de hát a taktikai repertoárt ezt mindenképpen úgy akarom összerakni, hogy legyen ilyen védekezésünk, olyan védekezésünk is, és hát a állóképességünkkel meg okosan gazdálkodunk, hogy cserejátékosok beiktatásával mindig azért tudjunk ott lenni a mérkőzésben, és ne legyenek nagy hullámvölgyeink. A vezetőedző azt is elmondta, hogy a csapat hozzáállásával maximálisan elégedett, és nagyon örül annak, hogy igazi klubélet kezd kialakulni. Heti 4 edzést tart a fiúknak, igaz, ebből munkahelyi és tanulmányi elfoglaltságok miatt 2-3 alkalmat tudnak vállalni a fiatalok. Viszont azon az edzésen, amin itt vannak, akkor nagyon tisztességesen, becsületesen dolgoznak, élvezik a munkát. Hát igyekszem is olyan edzésprogramot csinálni, hogy nagyon sok idejük ne legyen azon, hogy gondolkozzanak, hogy milyen edzésprogram van. Amiben fejlődést szeretne elérni az edző, az mégis éppen az, hogy többet tudjanak tréningezni. Ugyanis a technikai hibákat csak így lehet minimalizálni. Mivel nincsen automatizálva az a játékelem, vagy az az átadás, vagy az az egyszerű technikai elem, ezért abban a felfokozott stresszes helyzetben meg akarja csinálni, csak éppen elfelejtette, hogy a labdát előtte meg kell fogni, vagy oda kell passzolni, nem a bokához, hanem a kézhez, vagy egy-egy elleni technikai elemet hiába mondjuk, és rábólint, hogy igen, de nem tudja még megvalósítani, mert még nincs a tarsójába. A csapat jelenleg 4 ponttal a 7. helyen áll. Következő mérkőzésüket október 19-én a Komárom otthonában játsszák majd. Hazai pályán pedig október 27-én láthatjuk őket ismét. Ekkor a Veszprém lesz az ellenfelük. A Tigers SE táncosai évről évre kiválóan szerepelnek a különböző hazai és nemzetközi megmérettetésen, és az idei világbajnokságról is számos érmet hoztak haza. Jelenleg már a jövő évi VB válogatókra készülnek. A Tigers SE Tánc és Sportakrobatika Egyesület több mint 10 éve működik Érden. Az akkori fiatalok az idők során felnőtté váltak, így most már nagyrészt felnőttekkel dolgoznak az edzők. Ebben a korosztályban 15 versenyző van, míg a juniorok között 7 fiatal bontogatja szárnyait. A felnőtt létszám most ugye a kicsik megnőttek, és már nagyokkal dolgozunk, főleg a felnőtt versenyző létszám 12, de most kiből kövült fiúkkal, úgyhogy nagyon szuper pasik vannak nálunk, 15-en versenyeznek a felnőtt korosztályba, és a juniorba is ugye a kicsik följöttek, ott azt hiszem 7-en vannak. 2003 óta járok a Tigers Egyesületbe, és úgy, hogy láttam az egyik fellépésüket, még amikor kicsi voltam, és nagyon megtetszett, és akkor érdeklődött édesanyukám, és eljöttünk ide. Akkor
4-5 éves voltam, és még hát eléggé nehéz volt minden. A bukfenccel kezdődött, és először csak akrobatikára jártam. De aztán minden jó lett, és egyre ügyesebb lettem, és nagyon szeretem azóta is. A két lányom foglalkozik a tánccal, a Langó Dettihez járnak a kicsik, főleg, meg hozzám akrobatikára. De a nagyoknál nincsen olyan, aki nem versenyzik. Az idei világbajnokság is a Tigers SE részvételével zajlott, melyen remekül teljesítettek az érdi fiúk és lányok. Nagyon sok számmal indultunk, volt 3 aranyérmünk a világbajnokságon, azt hiszem 3 második helyünk, és még volt dobogós helyünk, 4-5, tehát nagyon jól szerepeltek a gyerekek. Nagyon nehéz mezőny volt, 3 napos volt, mint ugye mindig. Most a világbajnokságon 3. lettem 8 ellenfélből, és van már Európa-bajnoki címem, meg sok országos bajnoki, meg hasonló. Sajnos, akik a hátam mögött voltam velük, nem voltam, mert még ez egy új csapat, és most nyár óta dolgozunk együtt ilyen sokan, és egy kisebb csoporttal voltam, amit a másik edző tart, a Detti, és velük azt hiszem elsők vagy másodikak lettünk, Denso Small Group Juniorban. Ugye egy történetet kell eltáncolni, és 5-en voltunk, szóval csoportosan. Ugye tudod nagyon jól, hogy 10 éve vagyunk körülbelül, és 6 éve mindig ott vagyunk a dobogon valamilyen szinten, de valahogy most a csoportban nem indultak olyan sokan. Ami most megváltozik, mert most főleg csoportos számokkal indulunk, hát ez nehéz lesz, mert ugye újra kezdtük, de igazából nagyon, hát ennyit vártam, úgyhogy jól teljesítettük azt, amit vártam. Mindig van mit fejlődni, de szerintem ügyes voltam, de azért mindig van hová fejlődni szerintem. Nyár végén, illetve ősz elején megkezdődött az új versenyszezon, így újabb kihívások várnak a sportolókra. Volt egy nagyon klassz táborunk, ahol megalapoztuk az őszi versenyévadnak az alapkoreográfiáit. Most erre készülünk. Most street dance-el fogunk indulni nagy csoportba, meg kis csoportba is. Ez a nagy csoporttal, és most versenyre készülünk, októberben lesz a verseny. Remélem nagyon ügyesek leszünk, mert szeretnék nyerni ott is ezzel is, mert nagyon sokan még nem versenyeztek egyáltalán, és azért jó kezdet lenne egy győzelem. Utána Budapesten már az újabb VB-re egy válogató verseny. Ősszel elkezdődik 2 elődöntő, Romániában, Szerbiában, 3, és Magyarországon innen egyénileg lehet kvalifikálni, vagy a páros számok, és aztán januártól 3 elődöntőn keresztül, aki folyamatosan tovább jut, tehát elődöntőből az 1. 3, utána a döntőből újra az 1. 3 juthat a VB-re. Hamarosan megkezdődnek a válogatók is a jövő évi világbajnokságra. Mindegyik fontos, meg igazából Szerbiába szeretünk járni, mert ott olyan szeretettel fogadnak, meg ott a tigriseket egyszerűen várják, hogy milyen szuper számokat hozunk újra, tehát oda azért szeretünk menni. A budapesti nagyon fontos a VB szempontjából, mert ott az egyéni meg a páros számok már úgy szerepelnek, hogy vajon elindulhatóak-e a jövő évi világbajnokságon, de hát persze mindegyikre úgy készülünk. Sőt, a TF-re is kaptunk meghívást, kimondottan megmondták, hogy melyik számokat vigyünk, úgyhogy ennek is örülök. Dresó Zsuzsa elmondta, hogy minden koreográfiájuk új, így az elkövetkezendő versenyeken kizárólag új számokkal lépnek fel, ugyanis csak a nyári táborban 11 új koreográfiát tanultak meg és gyakoroltak be a táncosok. Minden számunk teljesen új, teljesen meg is rökönyödtető néhány, mert ugye a Langó Nikinek van egy pár olyan koreográfiája, mint csak elhűlök én is. A Detti meg a komolyabb műfajt tanítja, de teljesen új számokkal indulunk. Csak a táborban 11 új koreográfiát csináltunk. Nagyon kíváncsi vagyok az új fiúkra, mert ugye, hát nem tudom, hogy titkot elárulok-e, vannak párok a csoportban, a csapatban, és most először szerepelnek fiúk, akik eddig mondjuk semmit nem csináltak, vagy akrobatikáztak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ott alakítani. Az érdi sportolók helyzetét némiképp megnehezíti, hogy az Érdligeti Általános Iskola Túri utcai épületének aulájában tudnak csak edzeni. A terembe sajnos nem jutottak be.
Köszönöm figyelmüket, ennyi volt mára a sport. Jövő héten szerdán a szokott időben ismét jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. Tartsanak majd velünk akkor is. Adásainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Viszontlátásra!